Vajon hová vezet, hogyha az ember nem beszélget a párjával? Ezt fogjuk boncolgatni a következő percekben itt a 99,2 Vörös Marti Rádióban Koller Krisztián kineziológussal és kedves feleségével, Koller Zsuzsanna kóccsal. Sziasztok! Szia! Szia! Üdvözöljük a hallgatókat és a nézőket! Párkapcsolati kommunikáció. Na először is mit értünk ez alatt? Tehát mi minősül egy párkapcsolaton belül beszélgetésnek, kommunikációnak, azon kívül, hogy szia drágám, milyen napod volt? Ez egy nagyon fogos kérdés most, amit feltettél, mert ebben a nézőpontból meg se vizsgáltam, hogy most a párkapcsolati kommunikáció, hogy ez tényleg csak párkapcsolatról szóljon. Ha ezt megnézzük, hogy tényleg hazamegyünk és szia drágám, milyen napod volt, ez már egy pozitív kérdés, mert valamikor úgy megyünk haza, hogy de rossz napom volt és egész nap panaszkodom, és nyilván, hogy ezzel egy negatív érzést fogok átadni a páromnak, és valószínű, hogy nem egy vidám napnak fogunk ennek így akkor elébe nézni, mikor összetalálkozunk végre egy 8 óra után, tehát úgy itt a nap végén. Mitől lesz egy kommunikáció valós? Ez is egy valós kommunikáció, hogy én hazamegyek és a problémámat mondom el, viszont nem biztos, hogy ezzel kellene kezdeni. Szóval, hogy ez is fel van építve, tehát a párkapcsolati kommunikációt is fel lehet úgy építeni, hogy a párkapcsolatot azt előre vigye és ne hátra húzza. Itt azért el kellene különítenünk a úgymond mindennapi beszélgetéseket, meg a mélyebb tartalmú beszélgetéseket, akár terveket, akár érzelmekről szóló beszélgetéseket, mert valószínű, hogy a mindennapi kommunikáció az úgy általában azért megszokott lenni, vagy nem tudom, hogy mi a ti tapasztalatotok. Tehát az ember tudja a párjáról, hogy mit csinál, merre van, hogy van egyébként. Szerintem nem. Nem minden esetben tudja, tehát szerintem már ez sem mindegy, hogy ebben a mélységben megbeszélik-e ezt egyáltalán. Tehát vannak olyan párkapcsolatok, ahol még ez sem kerül szóba, és a napi dolgaikról sem tudnak. Tehát ha valahol már egy eltávolodás zajlik, vagy történt egy párkapcsolatban, akkor elképzelhető, hogy még a napi dolgaikat sem beszélik meg. Hát addig ne is menjünk tovább, amíg ez nincs rendben, hiszen akkor nyilván mély a beszélgetésekre, meg pláne nem kerül sor. De mi lehet annak az oka, hogy már arra sem méltatom mondjuk a páromat, hogy elmondjam, vagy megfordítva, hogy meghallgassam? Hát ez nem is biztos, hogy valakinek eszébe jut, hogy ez fontos lenne, hiszen hogyha én egy olyan példát hozok otthonról, ahol nem beszélgettek például a szüleim, vagy ez nekem nem természetes, vagy én nem tudok jól beszélni, tehát hogy én egy zárkózottabb típus vagyok, akkor nem biztos, hogy eszembe jut, hogy úristen, nekem beszélgetnem kellene a párommal, vagy ő neki most szerintem, hogy ő tudja, hogy én eljöttem dolgozni, de az, hogy mi van velem, az nem érdekes. És lehet, hogy egy ilyen zárkózottabb típus az egyén, és akinél ez felmerül, az valószínű, hogy a párkapcsolatában is elfelejt kommunikálni, hiszen neki ez nem természetes. És hogyha az egyének nem természetes, akkor az a következménye, hogy egyre jobban eltávolodunk egymástól. De akkor ez egy minta, hogyha jól veszem ki a szavaitokból. Tehát, hogy ez valami, amit ahogy valaki megtanulta. Igen, és vannak a csacsogós csajok például. Például, hogy ő azt látta otthon, hogy sokat beszélgetnek otthon a szülei, és hogy jó kedvük van, egy rötyögnek, és egy másik viselkedés mintát hoz, akkor ez a kettő sajnos, ebből a kettő viselkedés mintából biztos, hogy lesz egy ellentét, ami kommunikációs problémákhoz fog vezetni. És ilyenkor mit lehet tenni? És akkor még mindig csak egy mindennapi beszélgetésnél tartunk, tehát mi van akkor, hogyha az egyik fél a csacsogó, a másik fél pedig az, aki igazából nem tartja ezt annyira fontosnak. Ezzel mit lehet kezdeni, és akkor még nem mély tartalmakról van szó. Igen, és akkor én most előveszem a hétköznapi tartalomból a klienseimet, hogy megjelent egy hölgy, aki 38 éves, és beültem, és nem tudott beszélni az érzéséről, hiszen otthon a szülei sem sokat beszélgettek egymással, és így 50 percet így végig bólogatott, hogy igen, igazam van, és 50 percet így végig beszéltem, mert hogy annyira zárkozott volt, és meg kellett nyitnom, és ő 38-9 évesen még nem volt neki párkapcsolata pontosan ez miatt. Tehát, hogy ez, hogy ki mit hoz, milyen zárkózottságot hoz otthonról, ez nagyon sokat jelent, és pont ezért nem is alakult ki neki a párkapcsolata. De ahogy te kérdezted, hogyha valaki csacsogósabb és valaki hallgató,
Hát, aki sokat beszél, azt meg kell hallgatni. Tehát, hogy legalábbis én szerintem. És fontos is az, hogy meghallgatásra kerüljön sor. Viszont aki zárkózottabb és nem annyira csacsogós, annak biztos, hogy egy minimumot kellene nyitni, hogy ez ilyen egy szintre jöjjön. Mert hogyha valaki túl csacsogós, valaki túl zárkózott, akkor egy idő után hogy te mondod mindig, akkor te megmered mondani a te véleményedet nekem, én meg mindig akkor most vagy magamba folytom, és akkor magamba örlődök, és ezt akkor elvisszük magunkkal, és ebből rengeteg konfliktust okozok saját magamnak, ami egy idő után ugye ki fog vetülni magára a párkapcsolatra. És ez egy kisebb különbségből szerintem okozhat egy még nagyobb különbséget, egy nagyobb távolságot, ha az egyik mindig mondja, a másik meg nem mondja, egyre jobban mondja, egyre inkább nem mondja a másik. Tehát jó, ha egy kicsit a másik bőrébe képzeljük magunkat, jó, ha egy kicsit megnézzük az ő gyökereit, hogy ő honnan jött, az ő családjában milyen szokások voltak így ebben. És ha már azt megértem, hogy a férjem miért nem tudja kifejezni úgy magát, mint ahogy mondjuk én, akkor sokkal jobban el tudom fogadni. Tehát azért az okokat megvizsgálva könnyebb elfogadni, én azt tapasztalom, vagy azt látom. És egyébként meg, ha a párom zárkózott, úgy tudok rajta nyitni, ha kérdezek. És nem mindegy, hogy mit és hogyan. Ha nyitott kérdéseket teszek fel neki, ami kérdőszóval kezdődik, nem tudja igen-nemmel lezárni a válaszát, akkor azzal már el tud indulni egyfajta beszélgetés. Nyilván nem ugyanolyan terjedelmű monológok lesznek mindkét oldalról, de ha megkérdezem az ő véleményét, ha megkérdezem azt, hogy ő mit érez ezzel kapcsolatban, ha megkérdezem azt, hogy benne mi munkálkodik, mi foglalkoztatja őt éppen most, akkor már lehet, hogy elérem nála azt, hogy elkezd azon gondolkodni, hogy ja, tényleg, valójában engem éppen ez és ez foglalkoztat, és ezért nem tudok most rád figyelni, mondjuk például. De ezzel azért el lehet indulni. De ehhez már legalább az egyik fél részéről kell egy igény, meg egy tudatosság, hogy ne csak azt mondjam, hogy a másik túl sokat beszél, vagy soha nem beszél, hanem hogy elkezdjék akár kérdezni. És van ennek egy másik fontos része szerintem, de erősítsetek, vagy cáfoljatok meg, a beszélgetésnek a másik fele, a hallgatás, ugye amikor a másik beszél, és az ember meghallgatja. És ennek is lehet több minősége, hogy én hogyan hallgatom meg a másikat. Egyáltalán hallom-e őt, vagy csak így fizikai mi voltomban jelen vagyok éppen, és megvárom, hogy ő befejezze. Ez meg valahol kiszokott derülni, tehát nem is feltétlenül szerintem tudatosan, hanem úgy benne van, hogy mintha a másik érezné, hogy most nem figyelnek rá, és akkor ugye lehet, hogy még jobban fogja mondani, vagy még jobban nyomja, és nem értem, hogy miért mondja el harmadszor ugyanazt. Szóval a hallgatás az van annyira fontos, mint maga a kommunikáció? Abszolút. Én egyébként azzal nem értek egyet, hogy amikor hazamegyünk, akkor nem mondhatjuk el, hogy mi az, ami bánt minket, vagy mi az, amit nem sikerült mondjuk a kocsiban letenni azokból a dolgokból, amik hatottak ránk negatívan. Szerintem az egy jó dolog, ha egy párnál ez működik, hogy ilyen kölcsönös morgolódási alkalmakat teremtünk így az elején, amikor megérkezünk, mert akkor, ha nem sikerült addig letenni, akkor ott egymásnak elmondhatjuk, hogy mi az, ami a munkával kapcsolatban, vagy a napi történésekkel kapcsolatban bennünk maradt, és akkor utána azt le tudjuk zárni, és onnantól kezdve jöhet egy tisztább kommunikáció, amit már nem mérgez meg egy ilyen negatív érzés, amit nem tudtam magamból kiventilálni. Igen, de ez már egy megbeszélés kérdése, tehát ez egy megegyezés, hogy mind a kettő részünkről van egy 5 perces olyan... Ez egy tudatos szintet feltételezni. ...dolog, ahol tényleg kiadom magamból azokat a dolgokat, ami napközben történt, de ez is egy kommunikáció már is, egy megbeszélés kérdése. Én azt gondolom, hogy aki hallgat, az nem biztos, hogy azért hallgat, mert hogy ő szeretne hallgatni, hanem azért, mert nem tud mit mondani. Ez az egyik. Kettő, vannak különböző dolgok, amikről például a férfiakkal lehet beszélni, és vannak olyan dolgok, amiről nem lehet a férfiakkal beszélni, legalábbis nagy általánosságban. A férfiak sokkal nehezebben fejezik ki az érzelmeiket. Tehát velünk érzelmekről én azt gondolom, hogy nem lehet annyit. Most én effektíve kakutójás vagyok, mert nekem most szakmai szempontból nekem kell az érzelmekről beszélni, meg én nyilván tudok. De azért legtöbb, valljuk be, hogy azért a legtöbb férfi társam, őt nem érdekli az érzelmek, mert csináljuk, vagy nem csináljuk. És nincs benne más kérdés, míg a nők teljesen másképp működnek, míg a nők, jó, ez is, meg az is, meg az is kell, míg,
míg én ott ülök, jó, nekem minden rendben van, én elfogadom, jó, akkor legyen így, és akkor ő meg mondja. És akkor így ez lehet, hogy olyan, nem is tudom, ilyen dolgokat tesz beléd, hogy te nem hallgatsz meg nem hallgatod meg az érzelmeimet. Én meg, mint férfiként nem tudok ezzel mit kezdeni, úgyhogy engem meg nem érdekel. És ugye itt beszéltük azt, hogy érzelmi szinten, hogy reagálunk egymásra, elmondod, és akkor én, hát jó van, elengedem a fülem mellett, mert én ezzel nem tudok mit csinálni. Közben te meg ugye azt szeretnéd tőlem, hogy törődjek veled, hogy egyetértsek veled, hogy belemenjek ezekbe az érzelmekbe, de a férfi nem így működik, tehát hogy azért különbség van egy férfi és egy női és egy férfi kommunikáció között. Igen, és ha már megértjük a másik nemnek a különbözőségeit, akkor ezt sokkal könnyebben fogjuk tudni ezt a tudást használni, vagy nem is tudom, megértéssel lenni a dolog felé, kevesebb konfliktusunk lesz, és még valamit ezzel akartam mondani, amit te mondtál. Jó, hát hogy nézzük meg azt is még ebből a nézőpontból. Ja, azt szerettem volna, hogy egyébként azt megvizsgálták, hogy abban is van különbség, hogy mit gondolunk, hogy a másik mit szeretne. A férfiak azt gondolják, hogy azért kell meghallgatni a nőt, mert valami okosat kell rá mondani. És a megoldást kell nekem ott tálcán kínálni, és ez bennük egy stressz. A nők valójában nem azt várják, hogy a férfi megoldja azokat a dolgokat, amiket a nő elmond, hanem egész egyszerűen a nőknek arra van szükségük, hogy meghallgassák őket, megértsék őket, és innentől kezdve jön bennük egy olyan megnyugvás, amivel már nagyon sokat segített a férje abban, hogy ne legyen a később ebből konfliktus vagy feszültség. Az számít egyébként, ugye itt már áteveztünk a mindennapi beszélgetésekről, a mélyebb területekre, az érzelmekre, amit szeretném, ha jobban kifejtenétek, na de előtte számít-e a mit és amikor beszélgetésben, bármelyiken, akár a hétköznapi, akár, hát nem akár, hanem főleg a mélyebbeknél, tehát számít-e az, hogy bármelyik fél milyen témát és milyen időben, milyen időpontban teszi, és most nem arra gondolok, hogy 4 órakor vagy 5-kor, hanem ugye nyilván a napi rutinban, mikor kezdi el mondani, hogy új bútor kell, vagy hogy úgy érzem, hogy nem törődsz velem. Ezekkel hogyan kell ezt tudatosan, okosan meghatározni? Ez nagyon fontos, ezt nagyon sokan nem veszik figyelembe, és rosszkor rossz helyen próbálkoznak. Szerintem az egyes számú szabály az, ha bármilyen változást szeretnénk kérni a párunktól, vagy bármiben a segítségét, vagy szeretnénk vele közölni valamit, ami nekünk nem oké, azt békeidőben tegyük. Tehát, hogy így ne kell várni a megfelelő pillanatot. Ahhoz ismernem kell a páromat, ahhoz, hogy lássam, hogy ő mikor van abban az állapotban, hogy nyitott fülekre talál az, amit én mondok, mert ha ő éppen valami mással van elfoglalva, vagy más szerepben van, így is mondhatom. Tehát mondjuk ő egy olyan tevékenységet folytat, amiben ő belemélyed, és nem éppen a párkapcsolati oldala van megnyitva, vagy előtérbe helyezve, akkor hiába mondom, nem fog egész egyszerűen betalálni. Főleg ugye a pasi, hogy az úgy működik, hogy egyszer egy dologra tud figyelni, tehát mint nálam is, hogyha én most éppen írok itt, akkor nekem így becsuk a fül, és akkor ez nem, nekem nem jön be az, hogy fúrjad fel a polcot holnap. Tehát, hogy ez nem fog jönni. Éppen ezért a férfiaknak én azt ajánlom, hogy ha ilyen kérések vannak, akkor listázzunk egyet, és akkor mindig arra, tehát, hogy nem tudom, fel kell, hogy fúrjam a polcot, akkor én ezt fölírom, de most én ezzel nem tudok foglalkozni, és hát nem is tudom, a közel ismerősömnél van az, hogy bármit mondok, ez tiszta süket, nem hallja meg, amit mondok. Ugye nem tudom, hogy ez így ismerőse, de ez biztos, hogy így becsukjuk így a fülünket, mert hogyha éppen nem tudom, dolgozom, vagy éppen telefonálok valakivel, és utána mondja Zsuzsi, hogy ezt meg ezt kellene csinálni, biztos, hogy nem hallom meg. És ez nem szándékos, hanem egyszerűen így működik a férfi, és valahogy a nő ugye többfelé tud figyelni. De ez azért egyénfüggő, de én azt gondolom, hogy ez így megállja a helyét abban, hogy tényleg békeidőben, amikor üljünk le, beszéljük most meg, erről és erről szeretnék beszélni, így meg kell fogni a fejeket, oda kell rakni, és akkor úgy tényleg abban az 5 percben, amikor tényleg egymásra figyeltek, vagy figyelnek a párok, akkor lehet vele közölni azt, hogy egyébként mit szeretnénk, és ugyanígy
ugye a kommunikációban nagyon fontos az, hogy beszéljünk, hogy mi a jövő. Arról is kell, hogy beszéljünk, hogy például ugye a nőnek fontos az, hogy az érzelem. Nem tudom, a pasinak meg mondjuk, akkor most ételezzen fel, hogy fontos az, hogy holnap mit teszünk. És ezeket is mind-mind meg kell beszélni, viszont hogyha ezek nincsenek megbeszélve, akkor utólag ez számos konfliktushoz fog vezetni. Tehát, hogyha például holnapra én azt gondoltam, mint ahogy a Zsuzsi is mondta, hogy nem gondolatolvasók vagyunk, éppen ezért nagyon fontos a kommunikáció, hogy holnap én húsleves szeretnék enni, az ő nem fogja látni, hogy én egyébként mit kívánok, tehát nekem azt mondani kell, tehát az igényeimet, azokat ki kell mondanom, ki kell fejeznem, mert hogyha nem fejezem ki, akkor nem lesz húsleves, nagyon nagy balhé lesz belőle. A három, hogyha balhé is van, akkor nagyon sok stresszt okozunk magunknak, és így, ahogy írtuk ebbe a blogban is, hogy nagyon sok, mikor veszekszünk, akkor esetleg ilyen torok szorítás, vagy mellkas nyomás, gyomor szorítás, hogy ezek lejönnek testi tünetbe, és ezek így halmozódnak föl bennünk, ezek a stresszfaktorok. Például nem ettem holnap húslevest, akkor te nem csináltad meg nekem, ugye jönnek az elvárások, akkor ez bennem egy tüske, és ebből a tüskéből, hogyha összeadódik hosszú évek után, ezek összegyűlnek bennem, akkor ez nagyon-nagyon sok feszültséget fog okozni, és még ahhoz is vezethet, hogy egyébként a párkapcsolat az zátonyra fut. A gondolatolvasás a férfiaknál is megvan egyébként, mármint ők is elvárják, ugye ez a kicsit viccesre fordítva, hogy hát persze, hogy nem mondom minden nap, hogy szeretlek, hát tudod, nem? Hát most így ez nagyon, nem kell ezt mondani. De ez szerintetek ez a tévhit? Mert azért ez nagyon sok embernél előfordul, vagy tartósan, vagy egy idő után akár tudatosan lehet rajta változtatni, hogy azt szeretnéd, vagy azt várod, hogy már pedig ő kitalálja, mert egyébként nem tudom, drasztikus leszek. Egyébként nem lehet az igazi, ha ő nem tudja, hogy én mire gondolok éppen most. Szóval szerintetek egyébként ez honnan fakadhat, hogy az emberben van egy ilyen vágy, vagy elképzelés, nem is tudom, hogy minek lehet ezt nevezni. Ezt nem tudom, hogy honnan fakadhat, viszont az biztos, hogy ez ilyen öngól kategória. Tehát nyugodtan el lehet várni, csak akkor saját magamnak okozok egy hatalmas csalódást. Tehát itt azért jó, hogyha mind a két fél tisztába kerül azzal, hogy ez nem realitás, hogy ez emberek egymás gondolataiba turkálnak, mivel mindenki éli a saját életét, megy dolgozni, a gyerekekkel kapcsolatos teendőket, tehát mindenki a saját prioritási listái alapján végzi a dolgát, és egész egyszerűen ez nem fér bele, hogy én egy médiumként belehelyezkedjek az ő kis lelkébe, és akkor kitaláljam az ő gondolatait. Tehát emberek vagyunk, mondjuk el, kommunikáljuk le, és az úgy tiszta mindenkinek. Akkor mondjuk úgy, hogy a kommunikációnak az egyik szabálya, hogy tisztában legyünk azzal, hogy senki sem gondolatolvasó, és akármit akarunk, azt így muszáj lesz szavakba önteni. Van-e viszont olyan a kommunikáció terén, tehát lehet-e nemet mondani a másiknak, amikor tegyük fel, hogy az egyik fél úgy érzi, hogy most ez egy alkalmas pillanat lenne arra, hogy beszéljünk akármiről. És a másik fél meg azt érzi, hogy ő meg egyébként nagyon nincs itt, fáradt, lehet, hogy ingerült is, nem lesz ennek jó vége. Ugye két opció van, belemegy, és aztán majd akármi lesz. Vagy azt mondja, hogy nem. Lehet nemet mondani? Lehet. Én azt gondolom, hogy ez nem egy békeidő. Igen. Tehát amikor én rosszul vagyok, amikor én ezt látszik rajtam, hogy nem vagyok jól, látszik az, hogy én nem vagyok itt, mert én most még az én világomat sem tudom, tehát hogy így el vagyok tévedve, így kóvályogok magamban, akkor nem tudok a másikra ráhangolódni. És ez így nem egy békeidő, hanem így én nem vagyok befogadóképes, hiszen a magam problémáival vagyok elfoglalva, így nem tudok őre figyelni, mert a saját magam problémái sokkal nagyobb, sokkal jobban a szemem előtt van, és ezért nem tudom, hogy ő most mondja nekem, de ezt én itt teljesen ki tudom ezállni. Nekünk egyébként gyakran van ilyen, hogy mi ezt mondjuk. Tehát, hogy engem valami nagyon foglalkoztat, ez ilyen mindennapos, talán ma is volt ilyen, hogy én így mondom, mert valamiben nagyon inspirált vagyok, és ugye mi együtt dolgozunk, így muszáj ezeket így megosztani, és amikor van inspiráció, azt meg kell ragadni, mert különben elillan. És akkor én így mondom, és akkor egyszer csak így nem jön visszajelzés, és akkor így ránézek, és akkor mondja, hogy figyelj, ezt most nekem hiába mondod, mert én most ezt nem tudom megjegyezni, én már itt, meg itt vagyok. És akkor ja, jó, oké, jó, bocsi, és akkor mit fölírom magamnak, és akkor amikor alkalmas, akkor megbeszéljük. Tehát abszolút érnemet mondani, ahol egy olyan párkapcsolatban, ahol nem mondhatok nemet, azt szerintem már valami nem oké ott. Mindent meg kell beszélni egy párkapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy sok mindent. Igen. Hát tehát most ugye a belső, 90%-a. Hát ugye a belső gondolataimat, hogyha én mindig elkezdem neki mondani, akkor így után sok leszek. Mm. Tehát amikor én minden nap elmondom, hogy én most mire gondolok, éppen egy-két hete figyeltem meg, hogy éppen így jöttek így a felismeréseim így belülről, és akkor én, azért én is tudok mondjuk az, hogy ilyen szófosó lenni. És akkor így jön belőlem az összes gondolat, meg mindent, amit látok, azt mondok, de akkor én ezt úgy érzem, hogy ő neki ez már sok. Tehát, hogy rengeteg az van, hogy hagyjál már békén, ne pörögjél túl, jó van, nyugi van, vá. És hogyha én mindig foglalkoztat engem egy téma, és mindig arról beszélek, az egy idő után idegesítő lesz, egy idő után unalmas lesz. És éppen ezért, hogyha én mindig komoly témáról, vagy az én érzéseimről, gondolataimról beszélek, akkor önző módon nem figyelek a másikra. És akkor azzal elnyomom a másikat. Tehát, hogy tényleg a csacsogásban, ahogy most visszatérünk egy kicsikét erre, ez is sok lehet. Tehát, hogy ennek is megvan az, hogy őszintén mi az, amit kikommunikálok. Egyezünk meg abban, hogy mi az őszinteség. Jó? Tehát, hogyha én most azt mondom, hogy nagyon-nagyon csinos vagy, és elmegy mellettem egy jó nő, és azt is elmondom, hogy hú, de nagyon csinos, ugye ez meg bennem megjelenik, mint férfi, de lehet, hogyha elmondom neki, akkor lehet, hogy ő ezen megsértődik. Ugye? Most nem mondom el neki, akkor meg hazudok? Szóval, érted? Szóval tehát, vannak belső monológok, van egy arany középút, amik az embernek a sajátja. Igen. És lehet, hogy megjegyzem, hogy oké, ő egy dekoratív nő, de hát a feleségem is az, rendben, ő attól jó nő, de attól függetlenül, nem tudom, most mondom, vagy nem mondom, szóval most döntsd el. El tudod dönteni, hogy most mit mondjak, vagy mit nem? Szerintem az ember egyébként érzi, hogy mi az, ami szóköteles, tehát mit kellene mondani, és mi az, amit nem. Ha más nem, akkor a párjának a visszajelzéseiből lehet lavírozni. Igen. Viszont ugye most alapvetően a komolyabb témákról, meg az érzelmekről beszélünk, ott viszont, ugye ott is erre is vonatkozik, hogy minden egyes hangulat ingadozás nem biztos, hogy rá kell tolni a másikra, de nyilván, ami rá tartozik, vagy amit meg kell beszélni, azt meg igen. Itt lehet, hogy van egy határ, amit nem mindenki lép át, ezt nyilván ti tapasztaljátok a munkátok során, hogy az emberek hány százalékban őszinték egyébként a másikkal, tehát hány százalékban merik elmondani, és mi történik akkor, vagy milyen következményei lehetnek akkor, amikor nem mondják el. Hány százalékban vagyok abban biztos, hogy én ismerem a magamat, az, hogy engem ez, hogyha én elmondom neked, az bántana-e vagy nem? Ez a kérdés. Tehát visszafordítanám, tehát én nem biztos, hogy lehet, hogy én elmondok valamit, például nem tudom, ez attól is függ, hogy hol tart a kapcsolatunk. Én emlékszem, hogy a kapcsolat elején mondtam, hogy nekem volt egy barátnőm, aki nagyon-nagyon jól nézett ki, és erre ő végig sértődött. Most már, hogy eltelt x év, most elmondom, hogy oké, ő jól nézett ki, és rendben volt alakra, de hát nyilván ő vele vagyok, és teljesen más, most már őt ezt nem bántaná. Szóval... Hát, mindegy, akkor sem az. Tehát ott az volt a probléma, hogy úgy éreztem, hogy ott túl van egy kicsit úgy emelve az ő külseje, mert egyébként jól, tehát nem úgy mondta, hogy én meg nem, hanem hogy úgy ahhoz hasonlítgatott az ő ideájához, hogy az a csaj milyen nagyon jó volt, és hogy az én is milyen nagyon jó vagyok. És engem csak akkor az bántott, hogy engem hasonlítgat, tudod. Tehát, hogy így ebben is tényleg meg kellett találnia meg kell azt találni az összhangot, hogy hogyan tud nekem visszajelzést adni úgy, hogy nekem az jó lesen, és ne bántó legyen. Pedig tényleg nem bántó volt a szándékom, hanem őt is föl akartam hozni. Meg kellett is mennie az én lelkivilágomat, hogy tudja, hogy mit lehet mondani. Szóval és nem mindegy, hogy mikor és mit hogyan mondunk, amit beszélünk, de ebben tényleg van egy arany középút, hogy ezeket meg kell beszélni, hogy ez nekem jól esik, ez nekem nem esik jól, ha nem esik jól, nagyon fontos az, hogy én figyeljek a másikra, hogy ő neki esetleg mi esik jól. Például, hogyha elkezdem túl dicsérni. A zsuzsnak már nem jó, hogyha túl dicsérem, mert egyszerűen azt mondja, hogy figyelj, Krisztán, ez nagyon sok, hagyjál már engem békén. Lehet, hogy más nő meg azt mondaná, hogy ú, de jó lenne, hogyha engem egyszer is megdicsérnének. Mert ő meg nem kapja azt, ő meg a hiány. Szóval, hogy tényleg ennek van egy ilyen arany középútja, például itt a dicséretnek is, vagy az elismerő szavakról, hogyha beszélünk, és szeretett nyelvről beszélünk, hogy tényleg mi az a sok, és mi az a kevés, és nem lehet túl sok, és nem lehet túl kevés, mert most ezek után nem mondhatom azt, hogy nem dicsérem meg. Persze. Mert utána meg ugye azt kapom meg, hogy én sose dicsérem meg. Amikor meg túl dicsérem, akkor az a baj, ha nem dicsérem, akkor meg az a baj. Tényleg a középút az, amivel ezzel így játszani is kell, hogy jó, akkor most megdicsértem, jó, akkor most nem csak azért dicsérem meg, hogy milyen jó nő, hanem hogy milyen anya, azért is megdicsérem, hogy milyen jó szakember, de ha minden nap elmondom, hogy milyen jó szakember, akkor elmarad a nőiesség, vagy elmarad az anyasági része.
ha nem dicsérem meg mondjuk a mai főztjét, akkor lehet, hogy holnap már nem főz, mert én azt gondolja nekem, hogy esetleg ez nem ízlik. Szóval, hogy ez mindenre... És ez is a kommunikáció tulajdonképpen, tehát itt is arra tudunk kiukadni, hogy ez is úgy oldható meg könnyedén, hogyha ezt is megbeszéljük. Ez a mai műsor, ez a mai beszélgetés nem arról szól, hogy a kommunikáció milyen könnyű, hát nem. Hanem arról, hogy meg lehet tanulni, igen. És idővel könnyebbé. Így van, viszont ez az egyetlen egy olyan dolog, ami tanulható. Ami a legkönnyebben fejleszthető. Tulajdonságunk, méghozzá pontosan azért, mert hogyha mindenki dolgozik ezen, akkor ez a párkapcsolat, ez fent tud maradni. Tehát egy jó kommunikációval, azzal meg lehet alapozni ugye az érzelmeket, meg lehet alapozni ebben azt, hogy én mit hozok a szüleimtől, tehát hogy azt is megbeszéljük, hogy én mit hozok onnét, tehát hogy a kommunikációval rengeteg mindent tudunk oldani, ami előrébb is tudja vinni a párkapcsolatot, és hogyha ezt nem tanuljuk meg, hogy hogyan kell jól kommunikálni, akkor ezt szét is tudja zúzni a párkapcsolatot. Maradjunk egy picit a példátoknál, hogy ebben az esetben ugye mi történt, volt egy helyzet, amihez ugye neked el kellett mondanod, hogy nem esik jól. De mi van akkor, vagy mi lett volna, ha milyen következménye lehet egy ilyen helyzetnek akkor, ha te nem mondod el azt, hogy figyelj, ez így nekem nem esik jól, ugye akkor ő ezt valószínű újra és újra el fogja mondani, nem bántó szándékból, csak hát fogalmas. Tehát az én szándékom nem az, hogy bántó. Igen, de te nem mondtad el neki, hogy ez rosszul esik, és ezt újra és újra meghallgatod. Tehát, hogyha ez a szőnyeg alá söprés megy, annak milyen következménye lehet? Nyilván gondolom, amiről beszéltünk, egyrészt egy eltávolodás, de hogy ez más... Másrészt meg szerintem az a legnagyobb veszélye, hogy akkor magamban gyűjtöm ezeket a kis sérelmeket, és ez egy olyan hatása lesz, hogy egyszer csak egy ilyen fortyogó vulkán kategória, és egyszer csak valami kis bolhányi hibát vét a másik, és nálam az az utolsó csepp, akkor kitör és ráömlik, és egy hatalmas veszekedés, konfliktus és bántás lesz belőle. Tehát azért jó, hogyha minden apróságot megbeszélünk, lehetőleg minél hamarabb, mert akkor ezeket a nagy billikjoborulásokat meg tudjuk előzni. Házi sárkány. Igen. Tehát így tudom jellemezni, hogy házi sárkány lesz. Átmegy a nő házi sárkányba, elégedetlenségbe, elkezdi azt nézni, hogy a férfi miben rossz, mi az, amiben nem ügyes, mi az, ami miatt nem lehet őt szeretni, és ez ahhoz vezet, hogy a férfi sem fogja szeretve érezni magát, és a nő sem. Na, ezt szeretnénk elkerülni, úgyhogy itt a vége felé a beszélgetésnek beszéljünk arról, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát hogyan kommunikáljunk, melyek akár az aranyszabályok, vagy egyáltalán azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni, amikor érzelmekről, mély dolgokról szeretnének beszélgetni a párok. Az egyik ugye az volt, amit mondtam, hogy békeidőben kérjünk. Kettes számú aranyszabály a nőknek. Soha ne úgy kezd a mondandódat, hogy drágám, beszélnünk kell. Ez az a mondat, amire minden férfi úgy érzi, hogy satuba fogják a golyóit. Tehát konkrétan, ezt felejtsük el, ehelyett próbáljunk olyanokkal kezdeni, hogy drágám, egy dologban szeretném kikérni a véleményedet, mikor tudnánk róla beszélni. Vagy mit gondolsz arról, hogy... Tehát ha egy férfivel azt éreztetem nőként, hogy fontos az ő véleménye, fontos az, hogy ő hogyan gondolkodik, és vele együtt szeretném megoldani ezt a problémát, akkor ő megemelve érzi magát, megbecsülve érzi magát, megtisztelve érzi magát, és valahol belül a férfiaknak ez egy ősi igényük, hogy az ő férfiasságukat, teljesítményüket, fantasztikusságukat, most ezt így idézőjelbe téve, egy nő érzékeltesse velük. És ha ezzel indítasz, akkor őt már megnyitod egy olyan gesztussal, ami után sokkal könnyedebben fogtok tudni beszélgetni. Ez az egyik része. A másik része nagyon fontos, hogy az eltávolodásnak vannak olyan pontjai, sarkalatos pontjai, amit a megfigyelésünk, és nem csak a mi megfigyelésünk alapján, hogyha minősítem a másikat, biztos, hogy távolodás van. Ha állandóan számon kérem a másikat. Ezekkel mondjuk példát, minősítünk. Te ilyen meg olyan vagy. Milyen rossz húslevest főzte föl, milyen sótlan. És ezt elmondott 15-ször, 20-szor. Meg amikor a személyére vonatkozik. Tehát van egy valamivel elégedetlen vagyok, és én a személyére mondom, nem a viselkedésre. Úgy de vastag a combod.
például testet, vagy hogy te lusta vagy, éppen mert nem pakolt olyan össze, vagy, olyan vagy, mint az apád, olyan vagy, mint az anyád. Ezek mind-mind minősítések, jó? Okay, nem minősítés. Oké, okay. Te számon kérés, miért nincsen a hűtőben kaja, miért csak ennyi pénzt hoztál haza, miért, tehát a miért kérdések. Ezek ölik a kapcsolatot, mert a hiányból indít a miért kérdés, jó? És van az utasítás, most ki, takaríts föl, rakjál rendet. Ugye ezt is ismerjük, tehát hogyha példában ezt belerakom, ezek mind-mind bántóak. Tehát hogyha nekem azt mondod, hogy oké, figyelj, kicsit nagy a pocakod, ez egy minősítés, de figyelj, nem, gyere, menjünk el együtt tornázni. Hogyha egy megoldást mondok rá, akkor már elvettem az érét neki. Tehát nem azt mondom, hogy ezt nem lehet megmondani, de hogyha ezek kérésekbe mennek át, akkor én azt gondolom, hogy ezeket mind-mind ki lehet oldani. Tehát ugye a minősítéssel, a számonkéréssel, az utasítással, és a rengeteg visszautasítást, gyere el velem moziba, nem, nincs kedvem. Gyere el velem a táncba, nincsen kedvem. De elmiszte a barátnő, de csak éppen velem nem össze. Tehát, hogyha rengeteg visszautasítást kapok, az is nagyon bántó tud lenni, és eltolás lesz ebből a helyzetből. És én azt gondolom, hogy ha kérem, hogy gyere, kérlek, gyere el velem moziba, kérlek, akkor csinálj nekem egy nagyon finom húsleves, mert a tiédet szeretem a legjobban. Ha kérések vannak, azzal viszont össze lehet hozni ezt a párkapcsolatot, és akkor már sokkal nyitottabb leszek, hiszen nem mindegy, hogy csináld meg, vagy kérlek. Igen, mert ugye benne van a tisztelet, az, hogy egymás tiszteletét éreztetjük a másikkal, az ezeken a megfogalmazásokon és hanglejtéseken múlik. Az út adott, ehhez mindenkinek nagyon jó utat, én pedig köszönöm a beszélgetést Koller Krisztián kineziológusnak és Koller Zsuzsanna coachnak. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! A társasjáték, a társnemjáték című könyvben, ezt nagyon leírtuk. Igen. És nem sokára megjelenik a kommunikációs e-bookunk is. Igen. De az majd egy külön sztori. Igen. Majd ezzel a beszélgetéssel összehúzzuk.